Az MB3 nyugati csoportjának 26. fordulójában a Csepel FC csapatát fogadta az FC Ajka Városi Sportcentrumban. A hazai gárda az előző fordulóban 2-1 arányú vereséget szenvedett Kaposváron, így 5 pontosan nőtt hátrányuk a listavezető Kaposvári Rákóczival szemben. A Csepel pedig hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak kiesés ellen küzdő Pénzügyőrrel. A mostani mérkőzésen Kis Károly eltiltás miatt nem számíthatott a Kaposvár elleni rangadón piros lapot kapó Köles játékára. A két csapat őszi mérkőzésén 1-0 arányban nyerni tudott az Ajka Csepelen, a gólt akkor Kalász Milán szerezte. A meccs nagy kérdése ezúttal az volt, hogy a csapat túl tud-e lépni az egy héttel korábbi kaposvári vereségen. Kezdetben úgy tűnt, igen. A 36. percben Major kapott jó indítást a bal oldalon, betört a 16-oson belülre, az alapvonal közeléből célozta meg a kaput, lövése a kapust, majd Dévait érintve jutott a hálóba, öngól, 1-0. A második félidőben a Csepel átszervezte játékát, a jobboldali védő Somodi és a csereként beállt Tóth került a támadó szekcióba. Mint később kiderült, ez bevált. A 75. percben gyors támadást követően betalált a vendégcsapat, Tóth legurítását Somodi lőtte a kapu bal oldalába, 1-1. A 77. percben egy eladott labda után támadott vissza a Csepel, Tóth egy igazítás után 16 méterről a bal sarokba lőtt, 1-2. A hétvégén a Kaposvár is csak x-elt a harmadik kerülettel, az FC Ajka hátránya azonban így is nőtt a listavezetővel szemben. Igazából én úgy gondoltam, hogy még nem ment el a bajnokság, mert láttunk mások meglepetést. Amellett nyilván a csapatot nem érintette jól, hogy ott vereséget szenvedtünk, főleg úgy, hogy a hajrában azért még volt lehetőségünk legalább a döntetlent kiharcolni. Ugyanakkor meg azt kell mondani, hogy nyilván itt senki nem örült ennek, úgyhogy egy kicsit lelkileg erősíteni kellett a csapatot ahhoz, hogy ma jó szerepeljünk. Hát egy nagyon ellentmondásos mérkőzésen vagyunk túl. Hát ilyen a futball sajnos. Hogy láttad ezt a mai meccset? Hogyha egy mondatba össze lehetne foglalni, akkor igazából egy kicsit mondhatom, hogy saját magunkat vertük meg, hiszen 1-0-ra vezettünk, nem játszottunk jól az első félidőben, ezt is el kell mondani, de vezettünk 1-0-ra, és ezt azért lehetett látni, hogy a miénk a jobb csapat. 1-0 után legalább 3 zicserünk volt, ha csak azt mondom, hogy rúgtunk 2 kapufát, az egyik után pont gólt kaptunk. Tehát a futball ilyen, mindig erre hívom fel a játékosok figyelmét, hogy a futballban 2-3 perc alatt, mint ezt már láttuk egy-két topligás meccsen is, megfordulhat minden. Sajnos itt is megfordult, úgyhogy egy 3 percen belül az ellenfél úgy fordított, hogy pont akkor, amikor abszolút nem volt benne a játékban, hogy ők gólt lőhetnek. Úgyhogy 3 perc alatt igazából megfordult minden, amiért dolgoztunk itt nagyon sokáig.